Jó hangulatú piacnapra ébredtek a vásárlók és az eladók is. A Jancsár kertben hamisítatlan nyári forgatag fogadta a vásárlókat. A termelői és biopiacon az őstermelői árukra a nagy forróság szombatján sem lehetett panasz. Továbbra is az eddig megszokott minőségben, mennyiségben és áron juthattak hozzá a termékekhez a vásárlók. Bár ahogy azt Schulz György is megjegyzi, az időjárás okozott nehézségeket, de a minőségi őstermelői áru így is gyorsan gazdára talál. A választék megszokottan bőséges, a Jancsárkert továbbra is népszerű a vásárlók körében, az ide látogatók továbbra is megtapasztalhatják, hogy az őstermelők vegyszermentes árui milyen kiváló minőséget képviselnek. Sokan választják az őstermelő termékeket. A piac gazdája örömének adott hangot, hogy egyre növekszik azoknak a fiataloknak a száma, akik a zöldség és gyümölcs termesztést választják. Örömteli, hogy lehet fiatalokkal találkozni a termelők és az árusok között, és egyre többen növekszik azoknak az aránya, akik a biológiai vagy az ökológiai gazdálkodás felé mozdulnak el. Természetesen ők, nekik sokkal nehezebb mondjuk a zöldséges kertben a kártevők ellen küzdeni, de jelen vannak a piacon is növekvő arányban a bioterméket, vagy a biotermékhez közeli állapotú zöldségeket, gyümölcsöket árusítók száma. Több korosztályban indultak, szombaton délelőtt kezdődött az OCR versenyszám, az U15 4-tusa és junior 5-tusa országos bajnokság, valamint az U17 Peridot Kupa 5-tusa verseny keretében. Az 5-tusa 5. sportágáról még 2022-ben született döntés, az eddigi lovaglást az OCR akadálypályákra cserélték le. A verseny célja az országos bajnoki cím eldöntése volt az U15 és a junior korosztályok számára, valamint verseny lehet biztosítása az U17 korosztálynak. Ez egy nagyon népszerű sportág az utánpótláskorú versenyzők körében, ezért is nagyon nagy a motiváció a felkészülés során. Ez a szakmai munkát, a műhely munkát mindenféleképpen erősíti, illetve egyfajta vonzó erőt biztosít, hogy újabb sportolókat tudjunk megnyerni a szakosztályoknak és a magyar öttusának. Több mint 100 macskát lát el jelenleg a Herosz fehérvári állatotthona. A menhely befogadó képessége azonban véges. A négylábúak gondozói az ivartalanításra is felhívják a figyelmet, tehát a szaporulatról is fontos lenne minden gazdának gondoskodnia. A felelőtlen állattartás egyik ismérve ugyanis pontosan az, amikor a négylábú kedvencek száma otthon megnő, és már nincs szükség rájuk. Ekkor, mint ahogy azt a rengeteg példa is mutatja, végül dobozban kidobva, magukra hagyva végzik az út mentén. A cicák lassan nem férnek el a Herosznál. Télen nem kellett a cicóvit nyitva tartanunk, mert elfogytak a kölyök cicák térre. Most viszont az van, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt a 3 ivarzásból 1, maximum 2-ből lett vemhesség. Most már mind a 3 alkalommal vemhesek a macskák, tehát már tél közepén is kaptunk vemhes macskát. És aztán a másik következménye az ember beavatkozásának, hogy amíg régebben úgy számoltuk, hogy egy cicának 4-5 kölyke születik, tehát az 3x5 15 kölyök egy évben egy anya után, most már a 8-9 kölyök sem ritka, sőt, itt is, meg az átorvosunk is mondta, hogy neki is a rendelőben is volt olyan macska, hogy 11 kölyke volt. Különleges dallamok, egyedi dalszövegek, mindez a szabad térben. Nyílt zenekari próbát tartott a Leonardo Jam és a Nedel a csütörtökön este a Csónakázó tópartján. Rajongó közeli nyáresti gyep koncert, ezt kedvezett a zene szerelmeseinek egy lehengerlő millióban, ahol 2 fehérvári zenekar mutatkozott be. A Leonardo Jam már évek óta tart nyílt próbákat a nyári időszakban a közönség előtt, a Nedela pedig több mint 1 éve alakult meg. Céljuk, hogy a közönséget minél többször bevonhassák a próbákba, hogy aztán visszajelzéseket gyűjthessenek maguknak. Mi 1 éve kezdtünk el együtt dolgozni, február 14-én alakult meg a zenekarunk. Igazából egy közeli szórakozóhelyen, a Múzeum Caféban, és azóta igazából együtt vagyunk, játszunk, és élvezzük a zenét.